Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szosztenesz az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel, úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek, atyám fiai, a Chloe embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek azt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztattatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetetté meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg? Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájuszt, hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefana háza népét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tettei Isten a világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül ön nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Második rész.
én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyság tételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az embernek dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiképpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Harmadik rész. Én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok é, és nem ember szerint jártok é? Mert mikor egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok é? Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít reá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek.
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert e világnak bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. És ismét, ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 4. rész. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztusnak szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete. Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok. Vaj, ha csak ugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjuhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bújdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanító mesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek az én útjaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el se mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja, és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istenek országa, hanem erőben. Mit akartok? Vesszővel menjek én hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek szellemével. 5. rész. Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. És ti felvagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, ki ezt a dolgot cselekedte. Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén szellemben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki eként ezt cselekedte,
ti és az én szellemem, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a szellem megtartassék az Úr Jézusnak a manapján. Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Azt írtam nektek a ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában-e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene világból mennetek. Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. 6. rész. Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítéstekre mondom. Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között, hanem atyafi, atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt? Egyáltalában már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát. Ne tévelyegjetek. Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünknek szelleme által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagja? Elszakítván hát a Krisztus tagját, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, amelyek az Istenéi. Hetedik rész.
amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra. Azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr, ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Nem vetteted szolgaság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudott te asszony, ha megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne fedezze el azt. Körülmetéletlenül hivatott el valaki, ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása. Kiki amely hivatásban hivatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivattál el? Ne gondolj vele, sőt, ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki szabadságban hivatott el, Krisztusnak szolgálja. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Kiki, amiben elhivatott atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelen való szükség miatt, hogy tudnélik, jó az embernek úgy maradni. Feleséghez kötöttél? Ne keres elválást. Megszabadultál feleségettől? Ne keres feleséget. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel, és a férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezen túl. Azért, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a feleségének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind szellemében. Aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nemhogy tört vessek nektek, hanem hogy illendőképpen és álhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.
De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, amint akar, azt cselekedje, nem vétkezik. Menjenek férjhez. Aki pedig szilárdan áll a szívében, és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi. Azért, aki férjhez adja, az is jól cselekszi, de aki nem adja férjhez, még jobban cselekszi. Az asszony törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy én bennem is Istennek szelleme van. 8. rész. A bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őt tőle. Tehát a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt. Mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak. Ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásokra ne legyen az erőteleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálvány templomnál vendégeskedel, annak lelki ismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatik éj, hogy megegye a bálvány áldozatot. És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. 9. rész. Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? Nem láttam-e Jézus Krisztust, ami Urunkat? Nem az én munkám vagytok-e ti az Úrban? Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony nektek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok. Ez az én védelmem azok ellenébe, akik vádolnak engem. Nincs-e arra jogunk, hogy együnk és igyunk? Nincs-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és az Úrnak atya fiai és Kéfás? Avagy csak nekem és Barnabásnak nincs-e jogunk, hogy ne dolgozzunk? Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? Vajon emberi módon beszéltem-e ezeket? Vagy nem ezeket mondja-e a törvény is? Mert a Mózes törvényében megvan írva, ne köst fel a nyomtató ökörnek száját, avagy az ökrökre van-e az Istennek gondja. Avagy nem érettünk mondjai általában, mert mi érettünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek kell lennie reménység alatt. Ha mi nektek a szellemieket vetettük, nagy dologé, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk. Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk-e szabadsággal, hanem mindent eltűrtünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket.
Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. De én ezek közül eggyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem valaki hiába valóvá tegye az én dicsekedésemet. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van. Ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bizattam meg. Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem a Krisztusnak evangéliumát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangélium hirdetésénél. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat nyerjem meg. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülévé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy a törvény nélkül valókat nyerjem meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért mívelem, hogy részestárs legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Tizedik rész. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy szellemi eledelt ettek. És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követi vala őket, a kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedveli az Isten, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztus ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De ő az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetembe a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Azért, szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Tekintsétek meg a test szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral. Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami? Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördög asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat? Avagy erősebbek vagyunk én nálánál? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. Mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. De ha valaki ezt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette és a lelkiismeretért, mert az Úré a föld és annak teljessége. De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikért. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok? Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljétek. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. 11. rész. Legyetek azért az én követőim, mint én is a Krisztusé. Dicsérlek pedig titeket, atyám fiai, hogy én róla mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghagytam nektek, rendeléseimet megtartjátok. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik, avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíretett volna. Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiratkozzék meg. Hogyha pedig égtelen dolog asszonynak megnyiratkozni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét. Mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége. De az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Azért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől. Magatokban ítéljétek meg, illendő dologé asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent.
Avagy maga a természet is nem arra taníté titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki. Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki, mert a haj fátyol gyanánt adatott néki. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. Ezt pedig tudtatokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Mert először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. Mikor tehát egybe gyűltök egyazon helyre, nincs Úr vacsorájával való élés. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincseneké házaitok az evésre és az ivásra. Avagy az Isten gyülekezetét vetiteké meg, és azokat szégyenítiteké meg, akiknek nincsen. Mit mondjak nektek? Dicsérjelek-e titeket ebben? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Azért, atyám fiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok. Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűjjetek egybe. A többire nézve majd, ha hozzátok megyek, rendelkezem. 12. rész. A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellemnek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Szellem által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által, némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindeniknek külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valóé azért,
és ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valói azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábaknak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. És amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalóknak nagyobb tisztességet adván. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Anya Szent Egyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatevő erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy mindnyájan apostoloké, vagy mindnyájan prófétáké, vagy mindnyájan tanítóké, vagy mindnyájan csodatévő erőké, avagy mindnyájuknak van-e gyógyításra való ajándéka, vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken, vagy mindnyájan magyaráznak-e. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. 13. rész. Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbaló. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennük az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet.
14. rész. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ha már most, atyám fiai, hozzátok megyek és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok? Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera, nem adnak megkülönböztethető hangot, mi módon ismerjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak? Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Azonképpen ti is, mivel hogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha szellemmel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan mi módon fog a te hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jó lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok-e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A profétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. Azért, ha az egész gyülekezet egybegyűl, és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-e, hogy örjöngtök. De ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. Ha valaki nyelveken szól, 2 vagy legfeljebb 3 legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek. A proféták pedig 2 vagy 3 beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen. És a proféta szellemek engednek a profétáknak. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólani a gyülekezetben.
avagy ti tőletek származotté az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el. Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy szellemi ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeli azokat. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Azért, atyám fiai, törekedjetek a profétálásra és a nyelveken szólás se tiltsátok. Mindenek ékesen és jó renden legyenek. Tizenötödik rész. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istenek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyság tevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alá vetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alá vettetik annak, aki neki mindent alá vetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Különben mit cselekesznek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért? Mi is, miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, amely van nékem a Krisztus Jézusban, ami Urunkban.
Ha csak emberi módon fiaskodtam Efezusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítéstekre mondom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothadánt. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzáit vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámaszthatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámaszthatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámaszthatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámaszthatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is. Így is van megírva. Lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Az első ember földből való, földi. A második ember az Úr mennyből való. Amilyen a ma földi, olyanok a földiek is. És amilyen a ma mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely megvagyon írva, elnyeletett a halál diadarra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. 16. rész. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Mikor pedig megérkezem, akiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Makedóniába által menindek, mert Makedónián által megyek. Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, ahová menindek. Mert nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni,
de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. Efézusban pedig pünkösdig maradok, mert nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos az ellenség is sok. Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. Senki azért őt megnevesse, hanem bocsássátok előtt békességgel, hogy hozzám jöhessen, mert várom őt az atyafiakkal együtt. Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt, de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen, de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Intelek pedig titeket, atyám fiai, hiszen tudjátok, hogy Sztefanásznak házanépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Örvendezek pedig a Sztefanász, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. Mert megnyugtatták az én szellememet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvilla és Priscilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. Köszöntenek titeket az atyafiak minnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Maranatha. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Az én szeretetem minnyájatokkal a Jézus Krisztusban. Amen.